Varga Zoltán ludasi termelő parcelláin elkezdődött már a fejtrágyázás? Hát még nem kezdtük el, de az időmiás megengedi, megkezdjük, és úgy gondoltuk, hogy egy 80 kiló óriával kezdünk, és olyan március folyamán egy 50 kiló ántomunk még hozzá. Miért fontos a fejtrágyázás elvégzése? Hát, hogy minél előbb a növény meginduljon. Per pillanat milyen állapotban vannak a szántóföldi kultúrák, hát ugyebár a kalászosok? Hát most, aki nagyon korán elvetette, ott voltak egy kis gondok, olyan a lesárgulás, de aki később vetette, azok szépek. De van ilyen későbbi vetés, ami most kell, most már meglássuk még. Elég szépen megbokrosodtak a növények. Szépen be vannak állva a parcellák, nagyon gyönyörűek, úgyhogy szép zöldek. Várik a fejtrágyát. Mekkora kiadás ez a termelőknek, és hogyan fedezik? Készpénzzel, vagy szerződést kötnek? Hát szerződés alapon csináljuk, mert ilyen tél folyamán kifogy az embernek a budzsettja. Aladis Tibor ludasi mezőgazdasági szakembert kérdezem arról, hogy jelenleg ugye folyamatban van már, megkezdődött a fejtrágyázás. Miért fontos ez, és melyik szántóföldi kultúrák esetében alkalmazzák most? A termelők tapasztalatból tudják, hogy a januári hónap végén elérkezik az ideje a fejtrágyázásnak, de nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy csakis az urea elnevezésű fejtrágya az, amit ebben a korai időszakban, a vegetáció korai időszakában ki lehet szórni. Kapcsolatban vagyunk állandóan a szabadkai mezőgazdasági szakszolgálattal, ővelük konzultálva azt mondták, hogy nyugodjanak meg az emberek, hiszen a mostani helyzet azt alakította ki, hogy nem kell annyira sietni, pontosan most van itt az ideje, amikor már el lehet kezdeni, de ez most nem azt jelenti, hogy mindenki lótás-futás abban a pillanatban rohanni ki a földekre, szépen nyugodtan, amikor az embernek megfelelő helyzete és ideje van, akkor szépen el lehet végezni ezt a tevékenységet. Egészen február 20-áig lehet kiszórni az ureát, úgyhogy erre szinte van egy egész hónapunk, úgyhogy még egyszer azt mondom az embereknek, hogy semmi izgalom és semmi olyan érzet nem kell, hogy benne legyen bárkibe is, hogy esetlegesen elkésett vagy lekésett valamiről. Ez a jelenlegi viszonylag enyhe és időnként csapadékos időjárás kedvez a fejtrágyázásnak? A csapadék az rettenetesen kell, nagyon nagy szükség van rá. A fejtrágya, amikor kijut a földbe, utána a csapadék által fog belekerülni a földbe. Tehát mindenféleképp ki is kell hangsúlyozni azt, hogy a műtrágya kiszórása mondjuk nagyon kedvező abban az esetben, hogyha sikerül eltalálni, hogy még a csapadék előtt legyen kiszórva. Tehát, hogyha mondjuk így tanácsolni tudnám a termelőknek, akkor figyeljék a meteorológiai előrejelzéseket, és mindig valamilyen csapadék esés előtt, akkor menjenek és akkor szórják. Hogyha huzamosabb ideig szárazság van, akkor pedig nem kell sietni, inkább várjuk meg azt az időszakot, amikor valamilyen előrejelzés van, és előtte szórjuk ki. Hiszen az se jó, hogyha nagyon sokáig szárazon kint van az urea a földön. Mennyit kell belőle belevinni a talajba? Hát ez most mind attól függ, hogy az embereknek ugye először is mennyit akarnak ráfordítani a termelésre. Másodszorban pedig a legszakszerűbb az lenne, hogyha méréseket, vizsgálatokat tudnánk elvégezni, az alapján meg lehetne állapítani a pontos értékeket. Van erre lehetőség? Van lehetőség, pontosan a szabadkai mezőgazdasági szakszolgálat végzi ezeket a méréseket. Természetesen ez pénzbe kerül, úgyhogy ettől általában el szoktak állni a termelők, de különben nem annyira drága a mérés, úgyhogy aki komolyan végzi a termeléseket nagyobb területen, azoknak ajánlom, hogy végezzék el ezt a mérést. Akik pedig nem, hát nekünk van egy ilyen általánosan bevett szokásunk, az a 75 és 125 kiló közötti holdankénti területre szoktuk ezt a mennyiséget kiszórni, de akkor aláhúzom, ott kora tavasszal, március-április folyamán még egyszer végezzük ezt a fejtrágyázást, akkor már ammónium-nitrát, vagy pedig kán kiszórásával történik a dolog,
úgyhogy hiszen azt rögtön akkor fel tudja venni a növény. Az ureánál kell tudni, hogy olyan halmazállapotú, amit ebben a formában a növény nem fog tudni felvenni, hanem van egy lebomlási ideje, amikor később, tehát a növény hozzá tud jutni majd a nitrogénhez. Ez pontosan azért van, hogy mire ideér a vegetációnak a kezdete, akkor már a tápanyag ott legyen a földbe, készenlétben, rögtön a növény gyökerénél, hogy abban a pillanatban, amikor őneki szüksége van rá, akkor rögtön föl is tudja venni a talajból. Tehát még egyszer mondom, a 75-től a 125 kg per hold, 150-et is lehet dobni, aki egy kicsikét úgy érzi, de én mi erre a környékünkön a kétszeres kiszúrást szoktuk alkalmazni, abban az esetben 100 kg per hold, utána pedig még egy alkalommal március-április folyamán ammóniumnitrátból hasonlóképpen 80-100 kg. A mezőgazdasági termelők csak készpénzért vehetik meg a műtrágyát, vagy pedig lehet szerződést kötni? Természetesen nem csak készpénzért történik a dolog. Elég nagy is baj lenne, hogyha úgy lenne, hiszen sajnos az utóbbi időben a termelők egy olyan helyzetbe kerültek, hogy hát majdnem azt tudom mondani, hogy a 70-80%-uk mindenki halasztott lefizetésre viszi ki a műtrágyát, és aztán később terményben próbálja ezt majd visszafizetni.